Jó napot kívánok, köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Mai sajtótájékoztatónk témája: több ezer munkahely megszűhet a MÁV-nál, ha a kormány nem teljesíti az ígéretét. Úgy látszik, hogy pár napja nem csak az esztergomi vonalon közlekedő motorvonat siklott ki, hanem a kormány MÁV politikája is. Mai hír, hogy több ezer vasutas állás kerülhet veszélybe, ha a kormány nem teljesíti tavalyi ígéretét és nem támogatja az egykocsis árufuvarozást. Hiába figyelmeztet ugyanakkor a két legnagyobb vasutas szakszervezet, az illetékesek mintha a fülük botját sem mozgatnák. Miközben folyamatosan halljuk a kormányzati sikerpropagandát a megújuló vasútról, az új emeletes személyszállító szerelvényekről, valamint a többiről, a valóság teljesen másról szól, veszélybe került munkahelyekről, szakemberhiányról, egyre csökkenő színvonalú szolgáltatásról és bezárásra ítélt pályaudvarokról. A demokratikus koalíció felháborítónak tartja azt, hogy a kormány már a saját ígéreteit sem hajlandó megtartani, és ezzel veszélybe sodor több ezer munkahelyet. A vasúti áruszállítás kivéreztetése emellett azt is jelenti, hogy ezentúl a veszélyes anyag szállítás is átkerülni a közutakra, nem csak az úthálózatot terhelve meg, de a 60-80 ezer tartályos, még egyszer szeretném hangsúlyozni, 60-80 ezer tartályos kamionfuvarral sokszorosán növelve a balesetveszélyt és a környezetkárosítás veszélyét is. A vasúti árufuvarozás megmentésére szakértők szerint 5 milliárd forintos állami támogatás kellene, vagyis annyi pénz, amennyivel Mészáros Lőrinc vagyona egy hét alatt gyarapszik, és töredéke annak, amit focira és stadionokra költenek az adóforintjainkból. Orbánéket mindez nem zavarja, az illiberális Magyarországon csak a fideszes oligarchák gazdagodására és a miniszterelnök hobbiára van pénz, úgy látszik, hogy a munkahelyek megmentésére már nincsen. Mindannyian tudjuk, hogy a vasúti személyszállítás milyen gyermekbetegségekkel küzd. Nyílt pályán lerobbanó vonatok, koszos, elhanyagolt és elavult szerelvények, folyamatos késések jellemzik a MÁV mindennapos működését. Az már csak hava tortá, hogy az elégtelen utastájékoztatás miatt a babakocsival vagy a kerekesszékkel közlekedők is kiesnek a vasúti közlekedésből, hiszen hiába az internet, kiszámíthatatlan, hogy mikor fut be alacsony padló szerelvény, vagy mikor kell órákat várakozni a peronokon a megfelelő vasúti kocsira. Úgy látszik, a személyszállítás után most már az árufuvarozás is a megsemmisülés szélén áll. Mindeközben Orbánék számolatlanul szórják a pénzt focira, stadionokra és több ezer milliárdos sportrendezvényekről fantáziának, amit természetesen mindannyiunk közös adóforintjaiból finanszíroznának. Felháborító, hogy amíg a vasúti árufuvarozás megmentésére szakértők szerint 5 milliárd forint kellene, vagyis annyi pénz, amennyivel Mészáros Lőrinc vagyona hetente növekszik, és a töredéke annak, amit ebben az országban a miniszterelnök hobbiára, focira és stadionokra költünk, addig a kormány hagyja a megszűnés szélére sodródni az ágazatot. Úgy látszik, Orbánék Magyarországán csak a fideszes oligarchák gazdagodására és a miniszterelnök hobbiára van pénz, a munkahelyek megmentésére már nincsen. Ezért a demokratikus koalíció felszólítja a kormányt, hogy saját ígéreteit betartva ne engedje kivérezni a vasúti áruszállítást, és ne sodorjon ezzel veszélybe több ezer munkahelyet. Köszönöm szépen, várom a kérdéseiket.